A Genius Akrobatikus Rock and Roll Club legfontosabb célja a fiatalok számára a tánckultúra hagyományának örökítése, mozgáskultúra, viselkedéskultúra tanítása, a társadalmi normák keretein belül az önmegvalósítás lehetőségének biztosítása. Számukra az akrobatikus rock and roll sport és tánc egyben. Tánc, mert vidám mozgás, mert örömet okoz, és sport, mert versenyekre csak komoly edzésekkel lehet és kell felkészülni. Az egyesület taglétszáma ma már meghaladja a több tucat főt, a megrendezett országos és regionális versenyeken már ismerten cseng a sportegyesület neve. Táncosai méltán vívták ki a szakma elismerését. Na hát Dani, nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a Bicskei TV megkeresését. Beszéljünk egy kicsit az előzményekről, honnan érkeztél, illetve neked milyen táncos múltad is van? Sziasztok, Por Dániel vagyok, és akrobatikus rock and roll táncsportot oktatok. Én vagyok most az edző, az a Genius Akrobatikus Rock and Roll Klubnak. Ez a klub, ez egy éve kezdte el itt a tevékenységét. Bicskén, Móron és itt a környékben. Felcsút, Féltesbuglár és Kisbéren kezdtünk most még új csoportokat. És én 12 évig táncoltam máshol, Ajkán születtem és onnan jöttem át ide. Magyar bajnok és országos ranglista győztes vagyok egyszeres, illetve országos győztes vagyok többször, és a világranglista 6. helyen voltunk a párommal, illetve egyszeres világbajnoki második helyezésem is van egy csapatban. És ezeket az eredményeket szeretném úgy továbbvinni, hogy a gyerekek, akik hozzám jönnek, ők is ilyen sikeresek tudjanak lenni ebben a sportágban. Beszéljünk kicsit arról, hogy kik is járnak hozzátok, milyen célcsoportot foglaltok keretbe. Hozzánk leginkább az alsósok járnak, elsőtől negyedik osztályig, de az óvisokat is már nagyon sok szeretettel várjuk. Általában 4-5 évesen szokták elkezdeni a rokit, de 3 évesen is jött már megkeresés hozzánk. Így igazából a 3-tól 11 éves korig szokták elkezdeni az akrobatikus rock and roll sportágat. Nyilván minél jobb, hogyha előbb kezdik el, mert ekkor sokkal hamarabb beérnek még ezek a mozdulatok, jobb a mozgás koordináció, jobban kifor. Beszéljünk egy kicsit, Dani, erről a táncról, mert azt mondom, van ugye a rock and roll, meg van az akrobatika, és ennek ott ti ezt a kettőt ötvözitek. Ezért akrobatikus rock and roll, és ezért hívják táncsportnak. Ez a legkülönlegesebb szerintem a táncok közül, hiszen nem egy szima táncról beszélünk, hanem sokkal inkább sportról. Ha össze kéne rakni, akkor 70% sport és 30% maga a tánc. Nagyon dinamikus, nagyon erőteljes mozdulatokat kell megcsinálni, forgástoktól elkezdve az ugrásokon keresztül, maga az alaplépés technikáig. És később, amikor már nagyobbak a gyerekek, akkor vannak a sokkal komolyabb akrobatikus elemek, amikor a lányokat dobálják a levegőben, a legmagasabb kategóriában dupla szaltókat és csavarokat kell megcsinálni, ezek már nagyon-nagyon veszélyes és izomilag is megterhelő elemek. Viszont gyönyörű szépen tudják kivitelezni a legnagyobbak, akik már tényleg ügyesek. Dani, aki kedvet kapott itt Bicskén, hol tud jelentkezni, illetve mikor vannak az edzések? Aki kedvet kapott, az megtalál minket Facebook oldalon, Genius Akrobatikus Rock and Roll, illetve Instagramon is jelen vagyunk, illetve ki van helyezve több helyen is plakátunk, ahol ott vannak az elérhetőségek, e-mailben és telefonszámon is tudnak engem keresni, és az edzéseink pedig Bicskén minden péntekenként az óvodában 15:30-tól 16:45-ig vagyunk, az iskolában pedig 16:30-tól 17:30-ig vagyunk. Köszönjük. Köszönöm. Szuper.